A Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár idén is meghirdette a Mátyás prózamondó versenyét. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ a Mátyás királyról szóló meséktől volt hangos, mivel idén sokan jelentkeztek a megmérettetésre, így korcsoportos bontásban két helyszínen zajlott a mesemondás. A zsűri a harmadik, negyedik osztályosok tekintetében kiemelte, hogy mindannyian nagyon ügyesek voltak, az izgulás miatt többen hadartak. Igazándiból konkrét elvárásunk nem volt a gyerekekkel szemben. Én ugye azt mondtam nekik, hogy élvezzék, és hogyha azt látjuk rajtuk, hogy élvezik, amit elmondanak, akkor ez már egy hatalmas nagy sikerélmény szerintem. Igazándiból mi ezt az aha élményt vártuk, hogy megszólal, és így tök jó, mennyire ügyes. Pont azt beszélgettük, hogy a gyerekek nagyon hosszú meséket tanultak meg, tehát ez nagyon-nagyon dicséretes, és nagyon-nagyon szépen érthetően tisztán beszéltek, tehát ez jó volt hallani számunkra pedagógusként. Én például személy szerint néztem azt, hogy hozzáillik-e ahhoz az adott gyermekhez a mese, vagy hogy érti-e, igen, mert azért ez nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy kiáll és csak elhadarja, mert hogy mondjuk nincsen mögöttes háttértudás, de én úgy gondolom, hogy ez most teljes mértékben összejött a gyerekeknek. Nem volt olyan, amire azt mondanám, hogy nem neki való volt. Azért persze van különbség mondjuk egy rövidebb mese és egy hosszabb mese között. A mesemondásnál nem kell minden szón hangsúlynak lenni, mert hogy nem fő hangsúlyok, illetve talán a hadarás, hogy nem kell túl lenni rajta gyorsan, hanem tényleg élvezze minden pillanatát annak a mesének, amit mond, és szerintem ez a kettő dolog mindenképpen ki lesz emelve. Ezért ők most tanulják azt, hogy kiállunk emberek elé, biztos, hogy nagyban befolyásolja őket az, hogy látja apát, anyát, a tanárnénit, ott a zsűri, biztos, hogy egy izgalmi állapotba kerülnek ezért, illetve az, hogy el ne felejtse a szöveget, és ugye túl akar rajta lenni. Ebben a kategóriában ezúttal a negyedik osztályos Bennett mesemondását ítélte a zsűri a legjobbnak, aki Mátyás király és a szegény favágó című mesével készült. Ez arról szólt, hogy volt a király, aki az erdőben volt, eltévedt az erdőben, és találkozott a szegény favágóval, és ő megkérdezte tőle, hogy neki, hogy vannak-e gyermeke, és mondta neki, hogy van vagy két fia és két lánya, és a lányait nem szerette annyira, és azt mondta, hogy ő az pénzét három felé osztja, az egyiket a szüleinek adja, mert azok felnövelték őt, és ezért fizeti a régi adósságát, a másik részét odaadja a fiainak, és hogyha majd ő megöregszik, akkor visszafizetik neki, és a harmadik részét ezt a leányaira költötte. És úgy Mátyás király azt mondta, hogy megkérdezte tőle, hogy ki vezeti az erdőből. És úgy mondta a favágó, hogy nem, mert neki dolgoznia kell, és Mátyás azt mondta neki, hogy megfizeti a napszámját, csak vezesse ki az erdőből, és azt mondta neki, miközben kiértek az erdőből, ha kiérnek az erdőből, ott rengeteg sokan lesznek, a mezőn dolgoznak, és amikor meglátják a királyt, mindenki leveszi a fejéről a kalapot, és csak a király lesz egyedül a kalapban, ott majd meglátja a királyt, és úgy akkor kiértek az erdőből, mindenki levette a fejéről a kalapot, és csak a favágó és a király volt kalapban. És akkor a favágó rájött, hogy Mátyás, hogy ő a király, és gazdagon megjutalmazta a szegény favágót, és még ma is élnek, hogyha meg nem haltak. Most vagyok életemben először mesemondó, most voltam, és nagyon jó érzés volt kiállni, először megvoltam egy kicsit szeppenve, de aztán már jobb volt, ide képzeltem elém az osztályomat, a szüleimet, családomat, és úgy kezdtem el mondani, és így is fejeztem be. Az első, második osztályosoknál sem volt könnyű dolga a zsűrinek. 19 gyermek vállalta, hogy kiáll eléjük, és a legjobb tudása szerint mondja el az igazságos királyról szóló történetet. Sokan voltak, sok helyről jöttek, és nagyon jól felkészültek, nagyon szépen kifejezően mondták, és életkoruknak megfelelően választottak meséket, úgyhogy a közönség is, meg a zsűri is el volt ragadtatva. Aránylag kifejezőek voltak, egy picit talán a hangerőt meg a bátorság az, amit még lehet fokozni náluk, és akkor minden tökéletes lesz. Többségben azért a rövid mesét választották, mert rövid, csattanós, és tulajdonképpen hamar meg lehet állapítani, hogy ki az, aki ügyesen jól mondja, és ki az, aki kevésbé. A hosszú mesé azért kevésbé szerencsés, mert úgy
egy idő után kezd belefáradni a mesélő, és akkor volt olyan is, hogy az elején szépen, bátran, hangosan, és kicsit a közepe leült, és utána a végén megint fölélénkült, és szépen befejezte a történetet. Azt mondhatom, hogy óvoda után, tehát az elsős gyerekek is nagyon bátran, ügyesen szerepeltek, szinte kivétel nélkül. Meg kell mondanom, hogy több helyezettet sikerült megneveznünk, és akkor lett megosztott harmadik hely, és lett egy külön díjasunk is az első-második helyezett mellett. A gyerekeknek és pedagógusaiknak nem volt egyszerű feladata a meseválasztás kapcsán, hiszen számtalan Mátyás király történet íródott. Az SS leánnyal megtörtént esetet hallhatta a zsűri Elizától, aki sokat készült erre a versenyre. Arról szól, hogy Mátyás király a leán meg akarta próbálni, hogy milyen okos, aztán a leán minden kérdésére jól válaszolt, aztán a király ennek nagyon örült, aztán megjutalmazta. Mind a szervezők, mind a zsűri arra biztatja az általános iskolák alsó tagozatos diákjait, hogy jövőre is éljenek a lehetőséggel, és hozzák el kedvenc Mátyás király történeteiket Ponyhádra.